megkezdődött a VB, úgyhogy arra gondoltunk, megnézzük, hogy hogy áll a Zonati sportkomplexum ügye, úgyhogy egyelőre így gyülekezünk a templomnál, és szépen átsétálunk oda, kövessetek bennünket! Szóval elindultunk az Zonati sportkomplexum felé. Ezen a susnyáson átvágunk, és megpróbáljuk megközelíteni. Meglátjuk, hogy milyen kép fogad minket. Egy kicsit aggódunk az utat elnézve. Itt átvágtunk ezen a susnyáson, embernagyságú gaz mellett, meg egy ilyen, hát én nem is tudom, mi volt az, valami komposzt, meg pocsolya, illetve nem tudom, hogy ezt útnak lehet-e nevezni, inkább valami traktorkeréknyom, de nem adjuk fel, megyünk kitartóan a célunk felé, ugye, amit nem felejtettetek el, ez a Zonati sportkomplexum, és hát meg is tekinthetitek ezt a gyönyörűséget itt. Igen, a gyerekeink majd itt tudnak futballozni, meg egyéb sportolási lehetőségekre is. Igen, így van. Azt hiszem beállok a kapuba, talán ez itt a legbiztonságosabb. Kicsit nagyobb. Szerintem a Pancsó arénában biztos kicsit jobb minőségű, de itt van egy kis tisztás, itt talán tudunk valamit kezdeni. Remek. Én úgy érzem, megérkeztünk arra a pontra, amelyik a legjobb állapotban van. Itt valaki kipiporták egy kicsit talán ezt a tüvet. Vagy én nem tudom, mikor. Én nem is tudom, azt hiszem, hogy 10 éve indult ez a projekt. Hát most itt tartunk. Még sok feladat van, úgy látom. Bár a kapunak nevezzük ezt a fém szerkezetet, akkor az már áll. Hát egyelőre a pálya az még nem az igazi. Maradjunk ennyiben. Na azért megpróbáljuk, Patti? Egy kicsit. Hoppá! Vigyem! Na. A kapus barátja a susnya. Szóval a Fidesz most már két ciklus óta folyamatosan ígéri, hogy most már csak egy picit kell várni, és mindjárt kész lesz. Tehát hát mi attól tartunk, hogy itt még nem egy picit kell várni a jelen állapotok szerint, de én azt gondolom, hogy a következő választásokon, amikor azt mondják, hogy most már egy picit kell csak várni, és mindjárt meg lesz, meg lehet kérdezni, hogy eddig milyen eredményt tudtak felmutatni, ugyanis második ciklus óta ígérgetik, hogy most már mindjárt kész lesz. Figyelj, dobom!